A pionírkorú fiúknál Fekete Erik, a junioroknál Nemes Viktor, a felnőtteknél pedig Nemes Máté nyert el az év sportolója címet. Ők mind az Entai Birkózó Klub tagjai. A lányok között az asztali teniszezőké lett mindhárom korosztályban az első hely, mégpedig a pioníroknál Branislava Popov, a junioroknál Maxuti Anetta, a felnőtt kategóriában pedig Tóth Éva nyert el a legjobbnak járó díjat. Hát az idei év az nehezebb volt, mint az előző, nagyon sokat edzettünk meg, szóval én most már az ifi, vagyis hát a felnőtt kategóriába versenyzik, és ezért nekem már kevesebb verseny van, és csak sokkal több ez is, és kevesebb verseny, és akkor nehezen tudom megmutatni magamat, mint az előző években. Az első ligás Zentai Jordó női felnőtt kézilabda csapat végzett az első helyen a csapatsportokban. Akárcsak tavaly idén is elég jó évet zártunk, tavaly ugyanígy a legjobb sportoló választáson kicsit nehezményeztük, hogy a labdarúgó klub megelőzött bennünket, holott ugye tavaly mi már másodikok voltunk, ugyanakkor ők véleményem szerint nem értek el ilyen jó eredményt, ennek ellenére ők lettek tavaly az elsők, úgyhogy idén megkönnyebbültünk, mikor a mi nevünket mondták első helyezettként. Az év legsikeresebb zentai sportklubja az asztali teniszklub lett, a fiatalokkal való foglalkozásukért pedig elismerésben részesítették Halász Mihályt, a Real Aikido Harcművészeti Egyesület edzőjét, Antal Zoltánt, a Birkózó Klub edzőjét, valamint a Tiszavirág Kajakkenu Klub edzőjét, Fehér Csabát.